tak je láskavý, bo chci to, tak to bola sopka. Stačil iba jeden pohľad, k nemu dve, tri slovka. Stalo sa to vo vlaku, rovno sa ma spýtal tým úžasným dialektom, čo na srdci skrýt. Történelmi pillanat a stáb életében. Hoppá, és akkor, és a Dunahíd. Ez a Duna, nem? Ha jól sejtem. Duna. Bár bizonyítottuk többször. Ajj. Ezek az után. Nem kemény a futómű. Abszolút nem kemény. Ak je láskavý, bo chci to, tak to bola sopka. Stačil iba jeden pohľad, k nemu dve, tri slovka. Stalo sa to vo vlaku, rovno sa ma spýtal tým úžasným dialektom, čo na srdci skrývam. Poďme dlanie, tanie, tanie, a láska nech sa stane. Tanie, tanie, budeme ešte ľúbiť. Tanie, tanie, mocne. Két óra után próbálok felébredni, és próbálom felfogni a dolgot is, feldolgozni a tudatot, hogy versenyautót fogunk vezetni. Életünkben először versenypályára gondolunk a Szlovákia ringen, a BZ Racing Team jó voltából, és a motorsport alapját, mondjuk azt, hogy a gokartozás után a második szintjét fogjuk kipróbálni, méghozzá egy Swiftet, kupás Swiftet fogunk tesztelni Dáviddal. Nem tudom, hogy ezt mennyire állja meg a helyét, tehát inkább túlélni próbáljuk majd meg a dolgot, és begyűjteni az élményeket. Nem mondom, hogy izgulok, de igazából, ahogy már mondtam, fel sem fogtam még a dolgot. Dávid, felébredt? Most már jól vagyok. Körrekordra készen áll. In 200 meters, turn right. Végre megérkeztünk a Szlovákia ringre, Dávid frizurája még mindig jól tart. Még mindig tart, pedig itt állok a nappal szemben. Az útlevél a zsebben, mert azt kérni fogják, amikor kihajtunk a pályára. Nem akarjuk túl hosszúra nyújtani ezt a részt, mert már mi is nagyon várjuk. Mennénk, érzem magamban az adrenalin, nem tudom, elkezdett mozogni valami. A szívem nem dobog, és szívtelen vagyok, de az adrenalin bennem van, érzem, hogy menni akarok. 1,6 liter és 138 lóerő várja, hogy megzabolázzuk. Szerintem eljött az ideje, az igazság pillanata. Az igazság pillanata. Nézzük. Nézzük. Cserélem Palmer. Nem marad el semmi? Mi lesz akkor, hogy Palmer cseréled? Persze. Persze. Nem kérdés. Mi ez a gupnócad? Minden más belülről, minden más. Hogy az onboardokat nézegettem és totál más. Tehát jóval gyorsabban lehet menni. Nem én voltam. Tehát a strandról nem én hoztam a kavicsokat. Még mielőtt. Az a vád érne. Jobb kezed.
ideges vagyok, az a baj. Még mindig itt vagyunk a BZ Racingnél, és itt van mellettünk Ballog Zozó, aki nem más, mint a... Csapatvezető, csapatkapitány, versenyző, mindenes. All-round player. Néztem, szerel, takarít, főz, most főz. Ennyi, most pont fajtva. Kovarabival szóta, jól tudom, akkor két autótok fix, az Fittirokában erre a szezonra, tehát két versenyzőtök már van. Igen, két versenyzők már van, egyik kocsi még kiadó, és nagyon szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne versenyezni. Itt ők két pilóta mellettem, akik nagyon szeretnének. De nem ennyi tehetségesek. Tehetségesek. Már folynak a beszélgetések. A tárgyalások. De egyelőre nem szeretnénk többet kommentálni. Igen, térjünk rá a lényegre. Hány futam? Hét verseny hétvége van egy évben, ami verseny hétvégénként három futam van, szóval 3x7 az 7-21 versenyünk van. Ezt is kimatekoztuk. Még hogy ő mondta ki, és nem mindenki számolni. Számunkra rendre volt, biztos, hogy ez. És ebben vannak akkor külföldi futamok is. Általában csak külföldi futamunk van. Most idén lettünk volna track részen, de mivel sajnos nem tudunk ott lenni, mivel nem kaptunk engedélyt évvégére, hogy mégiscsak induljunk. De ahhoz azon kívül Brünóba megyünk, Salzburgba, Spielbergben, a Red Bull Ringen, és Imolába is megyünk. Imolába? Igen. Ott szeretnék indulni valami Igen, akkor az Imolára az autót így szerintem. Olyan elért akar rá, aki Imolát kiadja. Szerintem a tényleg. Viccet félretéve a harmadik ülést, azt milyen pilóta kaphatja meg? Tehát van az, hogy korhatár, vagy valamilyen licenc, akármi? Korhatár nincsen, annyi, hogy a nemzetközi bajnokságban csak 18 év fölött mehetnek. Lehet versenyezni fiatalabban is, de csak itt kapsz pontot, szóval 18 év fölött kapsz pontot a külföldi értékelés, a magyar értékelésre persze kapsz. És de mit jelent a kettő? Tehát mi az, hogy külföldi értékelés és magyar értékelés? Hát van a Swift Cup Europe, ez egy európai sorozat, ott megkapjuk az európai pontokat, de ebben vannak fiatalok is, 14 évesek, 15 évesek, akik nem kapták meg az A licencet, az a nemzetközit, csak a nemzetit a B-t. És az csak a magyar értékelésbe számít bele. Nem probléma, nekem van A-t. Nekem egy B-t sem. Nekem A++. Meg a szuper licenc formák. Na jó, most látszok, miért nem csak további talvegőt, Dávid, szerintem. Induljunk, mondjuk a srácokat dolgozni, tesztelni is. Köszönjük Zozó, egy élmény volt. Köszönjük a lehetőséget. Jövünk még szerintem. Jövünk még, nem fogtok lerázni. Sziasztok! Köszönöm. Hozzatok már egy szíves a dízét, egy csúzót, kicsit durancsomába.